Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... V. Naszályi Márta, a PM fővárosi közgyűlés képviselője. Kezit csókolom. Jó reggelt kívánok! Ön helyileg az első kerületben képviselő? Az első kerületben is, és mostan a fővárosi közgyűlésben is. Mi újság az első kerületben? Minden a legnagyobb rendben van? Hát éppen ma reggel jelent meg egy cikk arról, hogy a Halászbástya étterem az belépő díjat szed azért, hogy valaki fölmehessen a kilátóteraszra. Ugye az önkormányzat is szed a saját szakaszán belépő díjat, de ugyanaz a jegy nem alkalmas a két helyre. És én azt gondolom, hogy ez a étteremmel kötött szerződésnek a megszegése, és egy nagyon-nagyon rossz üzenet a Magyarországra és a Budapestre érkező turistáknak. Ez az a fajta lehúzós turizmus, hogy minden pénzt csikarjunk ki a turistából, nem pedig, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, amire úgy érzi, hogy érdemes fizetni, és ami miatt érdemes visszajönni. Azt gondolom, hogy ez nagyon nincs. De hát az étteremben az ember fogyasztani megy, és ha már fogyaszt, akkor közben látja kint a panorámát, nem? Természetesen én is ezt gondolom, de ugye ott van egy kilátó terasz, ahova elméletileg fölmehetnek olyan emberek is, akik nem akarnak beülni a vendéglőbe. Én azt gondolom egyébként, hogy egy igazán ügyes étteremvezető vagy vendéglátó, az megtalálja a módját annak, hogy leültesse azokat az embereket, akik eredetileg csak a panoráma miatt mentek oda, és fizető vendégeket kreáljon belőlük. Sajnálom azt, hogy ezt ilyen adminisztratív módszerekkel próbálja tenni, és még jobban sajnálom, hogy az önkormányzat nem lép fel kellő módon ez ellen. Pedig éppen napokban látott napvilágot, hogy mi mindent tesz az ország a turizmus fejlesztéséért. Igen, azt gondolom, hogy egyfajta turizmus fejlesztéséért tesz sok mindent az ország, és ennek a turizmusnak a hasznát egy meglehetősen szűk kör fölözi le, miközben a terheit az egész ország viseli, itt Budapesten pedig az egész főváros viseli ennek a terheit, a megnövekedett turistaforgalmat, a turistabuszokat, amelyeket 10 éve nem vagyunk képesek elhelyezni valahova, azokat a lumpen turistákat, vagy buli turistákat, akiket kifejezetten ezzel csalogatnak ide egyes vendéglátósok, és közben pedig nem tesznek be a nagy közösbe, nem járulnak hozzá a köztisztaság fenntartásához, nem járulnak hozzá ahhoz, hogy itt valami élhető város legyen emellett. Én azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat össze kell tudni hangolni, és ez a felelőssége egy városvezetésnek. Az ön egyik veszőparipája, és állandóan harcol a légszennyezés ellen. Mik a legújabb eredményei? Remélem, szeretném elmondani, mielőtt válaszolna, hogy jövő hónap 1-től például Frankfurtban a dízelautókat kizárták a forgalomból. Nagyon helyesen. Én is szeretném ezt elérni. Mi is a fővárosi közgyűlésben már tavaly benyújtottunk erre vonatkozóan javaslatot, azt nem fogadták el. Most a fővárosi... Csomó autóbusz ki kéne zárni a forgalomból. Igen, valóban a fővárosi buszpark az nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek biztosítanánk a jó levegőt itt Budapesten. Azt látnunk kell, hogy minden harmadik napon Budapesten megbetegítő a levegő átlagosan. És a határértékek szerint megbetegítő, de azt is látni kell, hogy a határértékek azok ott lettek meghúzva, ahol már biztosan betegséget okoz egy adott szennyeződés, de valójában ezeknek a szennyezőanyagoknak nagy részénél nincsen alsó határ, a legkisebb mennyisége is már megbetegítő, csak kellett húzni egy határt, ahonnan már mondjuk szmogriadó van, vagy tájékoztatási fokozat. Azt javasoltuk egyébként, hogy már a tájékoztatási fokozatban le kelljen állítani a leginkább szennyező dízelautókat, és hogy fokozatosan az egész városból tiltsák ki őket. Erre van egy ilyen halvány kis ígéret, hogy majd 2020-tól ez el fog kezdődni ez a folyamat. Én azt gondolom, hogy most kell elkezdeni, mert a rossz levegővel, a smoggal, a légszennyezéssel az a legnagyobb probléma, hogy ha már egyszer itt van, akkor nem tudjuk megszüntetni. Akármennyi pénzért, akármilyen nagy erőfeszítésekkel, azt innen nem lehet elmulasztani, csak meg lehet várni, hogy jöjjön egy időjárásváltozás és kifújja. És nem lehet elmenekülni se erről. Tehát az mindenhova beszibárog, minden munkahelyre, minden iskolába, minden kórházba, és mindenkit megbetegít, otthon is hiába csukjuk be az ablakot. Feltételezi, hogy a más politikai pártoknak a képviselői szeretnének megbetegedni a rossz levegőtől, tehát ez párt nem, és emberszint független, meg vallás független a rossz levegő. Ez így van. De azt is látni kell, hogy azt a
rossz levegőt, azt valójában például a közlekedésből származó légszennyezést... Mi okozzuk magunknak, de egy szűk kör okozza saját magának, és viszont mindenki szívja. Ugye a budapesti közlekedéseknek a több mint 70%-a nem autóval történik. Ez azt mutatja, hogy az autóval közlekedők, azok egy adott pillanatban egy szűk kisebbség, és mindenki más is szívja azt a levegőt. Akkor nézzük az ön szűkebb hazáját, az első kerületet, épül-szépül a vár. Most már van új zsinagógájuk is, hamarosan a miniszterelnöki hivatal fölköltözik, a pénzügyminisztérium, tehát még sterilebb lesz a környék. Igen, én nagyon tartok tőle, hogy ez a folyamat, ez egy rossz folyamat, azt fogja eredményezni, hogy a várból előbb-utóbb egy kormányzati zárvány lesz. Nem a Budapest élő szövetének egy eleven városrésze lesz, hanem inkább egy jobban tisztán tartott bomboniéra? Sajnos nem. Illetve hát persze azon szűk elit számára, mondjuk kormányzati körök számára, akik lassacskán meg fogják szerezni az ottani lakások, az ottani üzletlehetőségeket, ők hát ott maguknak bezárják ott a várfalak közé. De ott vannak az ott lakók, tehát őket nem lehet kiebrudálni. De hogy nem, simán ki lehet ebrudálni bárkit, hogyha erre megfelelő szándék van. És van ilyen szándék a bárkinek is? Nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy milyen szándékok vannak, hiszen egyik pillanatról a másikra elvették az első kerületi önkormányzat tulajdonába álló egyes ingatlanokat, és a fővárosi önkormányzat tulajdonába álló egyes ingatlanokat azért, hogy a kormányzati negyed számára további területeket kerítsenek el. Egy kormányrendelettel, egy kézmozdulattal elvették ezeket. De valamikor ezek a kormányhivatalok fönn voltak a várban, nem? Tehát ez nem egy új ötlet. Valóban volt egy olyan időszak a történelmünkben, amikor ezek fönt voltak a várban, ugyanakkor látni kell, hogy ez nem úgy van, hogy a történelmünk folyamán folyamatosan fönt voltak, és egy hosszú-hosszú hagyomány lett megszakítva azzal, a hogy a szocializmus éveiben nem voltak fönt. És még előtte is sem voltak fönt. Tehát ezek az intézmények máshol voltak, szerteszélyel voltak. De azt is gondolom, hogy az, hogy most nincsenek fönt a várban, az egy lehetőség számunkra. A 21. században élünk. Ma már egészen másra van szükség. Ugye korábban a király személyéhez kötődtek ezek az intézmények, nyilvánvalóan a király közelébe tették egy védett helyre. Marmasság már nem erre van szükség, arra van szükség, hogy egy minisztériumban folyamatosan oda lehessen jutni, forgalom legyen, az egy logisztikai központ. Erre a vár tökéletesen alkalmatlan. És hogyha megnézzük azt, hogy például a pénzügyminisztérium, amit ugye Szentháromság téren akarják átalakítani azt az épületet, illetve visszaalakítani egy korábbi állapotába. Nem olyan régen, pár éve költöttek több száz millió forintot a felújítására egy más funkcióhoz. Most megint ráköltünk milliárdokat, sok-sok milliárdot, azért, hogy a pénzügyminisztériumnak egy töredék részét, a dolgozóknak egy negyedét oda fölköltöztessük. Tehát arra a funkcióra, amire ráköltjük ezt a sok pénzt, nem lesz alkalmas, hiszen a minisztérium nagy része máshol fog maradni. Ugye hogyan működik egy olyan minisztérium, ami szét van szaggatva több területre? Én azt gondolom, hogy ez egy elhibázott koncepció, semmi másból nem táplálkozik, mint egy rossz értelemben vett kivagyiságból, ennek a felvágásából, hogy mi fölköltöztünk a várba. Értem. Akkor nézzük azt, hogy májusban ugye Európai Uniós választások vannak, utána helyhatósági választások, még korai megvonni a mérleget, de ön elég ritkán jön hozzánk. Mit sikerült ez alatt a kadencia alatt elérnie? Mire a legbüszkébb? Van pár dolog, amire büszke vagyok. Vegyük például eleve a légszennyezést. Az első kerületben elértem például azt, hogy a szénmonoxid mérőket ad a kerületi lakóknak. Igaz, hogy ez végül is nem az én javaslatomra került bele a rendeletbe, de végül is a fideszes többség néhány hónappal később ezt elfogadta, és azóta lehet az első kerületi lakásokban szénmonoxidmérő, ami megelőzhet számos halálesetet vagy megbetegedést. Ez például egy eredmény. Azt is gondolom, hogy az én többszöri kérésemre történt meg az, hogy a kerületi szociális rendeletet úgy módosítottuk, hogy megnőttek a jövedelemhatárok, tehát nem csak a leges-leges legszegényebbek kaphatnak juttatásokat, hanem az átlagos jövedelem alatt élők is, hogyha arra szükségük van, akkor igenis megkaphatják azt a támogatást, amire szükségük van. Még rengeteg tervem van egyébként, amit el kéne érni, de hogy kapcsolódjak tovább a levegőminőséghez, az első kerületi önkormányzatban
talán az országban az elsők között fogadták el a klímastratégiát az én javaslatomra, és csatlakoztunk a klímabarát települések hálózatához, amelynek a rendezvényein rendszeresen részt is veszek. A fővárosban is ennyire népszerűek az ötletei? Még csak most lettem, nem olyan régen fővárosi képviselő, júniusi rendkívüli testületi ülésen vettem először részt a közgyűlésen. Én bízom benne, hogy sikerül számos dologban eredményeket elérni, ezen dolgozunk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt közel 15 percben Vénaszáj Márta, a PM fővárosi közgyűlési képviselője, és az első kerületben is tevékeny képviselő volt stúdiónk vendége. Sok sikert kívánunk neki, miértünk harcol a tiszta tüdőnkért, a légszennyezés ellen, és bízom még, hogy sok izgalmas dologért. Sok sikert, és visszavárjuk. Most Köszönöm. Előzetesek, és utána következik Horn Gábor. Tartsanak velünk!